Sziasztok! Ezen a héten az önérvényesítés és párkapcsolat a téma az oldalamon és a blogomban. És az önérvényesítés kapcsán most kifejezetten a nemet mondással szeretnék egy kicsit foglalkozni. Nagyon sok embernek okoz gondot, hogy nemet mondjon, amikor egyébként nemet szeretne mondani. És erre szeretnék egy kis ötlet, egy-két ötletet adni, hogy hogyan lehet jól nemet mondani, ami neked is jó, meg a másiknak is jó, ugye nyilván az a jófajta nemetmondás. Ott indul a történet, hogy amikor nemet mondunk, akkor a kapcsolatot szoktuk félteni. Tehát vagy attól félünk, hogy a másik nem fog minket szeretni, el fog utasítani, vagy attól félünk, hogy ő éli meg, hogy mi utasítjuk őt el. De hogy amikor valamire nemet mondok, akkor valamire, és nem valakire mondok nemet, tehát nem feltétlenül szól ez a másik személyéről. De sokszor elfelejtjük. Ugye a múlt heti önbizalomról szóló videóban is említettem, hogy ha nekünk valaki nemet mond, akkor nem kell feltétlenül azt gondolnunk, hogy ránk mond nemet. De mivel sokszor ezt gondoljuk, ugye aki azt gondolja, hogy ha nekem nemet mondanak, rám mondanak nemet, az azt is gondolja, hogy ha én nemet mondok, akkor a másik emberre mondok nemet. De ez nem így van. Ez a gyereknevelésben is egyébként nagyon sokszor feljön ez a téma, hogy amikor a gyereknek határt szabunk, nemet mondunk valamire, akkor azt hogyan tegyük, vagy ne tegyük. Ugye két szélsőséges álláspont van, van a rideg, szigorú álláspont, hogy már pedig az nem az nem, viselje el a gyerek, tűrje sorsát, illetve van a túlengedékeny, amikor pedig, jaj, szegénykém, hát sír, hát akkor mégiscsak megveszem azt a csokit. Amikor ugye a gyerek érzelmei mégiscsak befolyásolják azt, hogy tudom-e tartani a határt. Na most egyik se igazán jó, és nem is szükséges, hogy így egy csomagba gondolkozzunk erről, hogy attól, hogy én valamire nemet mondok a gyerekemnek, mert az a dolgom felnőttként, szülőként, hogy határokat szabjak az ő egészsége, biztonsága, fejlődés érdekében, az nem kell, hogy azt jelentse, hogy empátia nélkül mondok nemet, és ne törődjek azzal az érzéssel, ami benne keletkezik. Tehát attól, hogy nem engedek meg valamit, attól még elfogadhatom, és együtt érezhetek azzal, hogy ő ebbe frusztrációt él meg, és dühös lesz, és szomorú lesz, és esetleg nem is tudja kezelni. Ugye felnőtt emberek esetében azért feltételezzük, hogy a másik nem fog a földön fetrengve hisztizni attól, hogy én nemet mondok arra, amit szeretne, de mégis félünk az érzelmi reakciótól. De ugyanúgy, ahogy a gyereknél, ugyanúgy a felnőttnél is, amikor én valamire nemet mondok, nem kell, hogy érzéketlen legyek arra, hogy benne ez milyen érzést kell, törődhetek az érzéseivel annélkül, hogy megváltoztatnám a véleményemet. Mert hogy én is ott vagyok a történetben, és én valamiért mondok nemet. És amikor valamire nemet mondunk, akkor valami másra igen mondunk általában, csak ezt nem nagyon szoktuk magunkban sem megfogalmazni. Úgyhogy ha én mindenre igen mondok, akkor nem fogok tudni mindent megcsinálni, amire igent mondtam, mert az időm, az energiám, a pénzem, meg mindenem véges. Tehát amikor egy nemet kimondok, akkor azt valamiért mondom, ezt érdemes magunknak, legalábbis magunknak minimum megfogalmazni, hogy miért mondok valamire nemet, mit szeretnék helyette, vagy mi az, amit abban nem szeretnék, mi az, ami ebben nekem fontos. Tehát ez egy értelmes, racionális indok arra, hogy miért mondom a nemet. Ez mindenképpen segít a másiknak abban, hogy ne az egész személyére vonatkoztassa a nemet. Tehát mondjuk, ha valaki elhív szombat este moziba, és nem arról szól a történet, hogy én bele nem akarok moziba menni, hanem nem akarok moziba menni szombat este, mert máshova akarok menni, mert fáradt vagyok, mert nem is szeretek tulajdonképpen moziba járni. Ezek nagyon jól megfogalmazható konkrét okok, ami segít a másiknak. Ezen kívül azzal együtt, hogy kimondom azt, hogy nem, azzal együtt érdeklődhetek arról, hogy ő hogy érzi magát ebben a helyzetben, annélkül, hogy nyilván ez egy ilyen direkt kérdés lenne arra nézve, hogy érzed magad ettől a nemtől. Tehát akár mondhatom azt, hogy nekem ez az este, ez most fontos, hogy pihenéssel teljen, mert nagyon fáradt vagyok, remélem nem vagy nagyon csalódott, például. És akkor a másik beszélhet a csalódottságáról. De ez nem kell, hogy változtasson az én döntésemen, együtt fogok tudni érezni az ő csalódottságával, annélkül, hogy a saját döntésemet megváltoztatnám. Tehát fontos, hogy elválasszuk a kapcsolat ápolását a döntéstől.
Tehát ne azért, ne változtassunk azért a döntést, és ne engedjünk ezeknek a nyomásoknak, hogyha valamit nem akarunk, azt ne csináljuk, hanem egyszerűen csak emberi módon, a másikhoz odafordulva, fontos a kapcsolat, mondjuk ki a nemet. Én azt gondolom, hogy aki sokat szenved azon, hogy ő hogy mondjon nemet, az simán beleteszi ezt az energiát a szép nemet mondásba, ami kell. Tehát ezeket végig gondolni, és jól elmondani, és jól odafordulni a másik felé, az nem több energia, mint vergődni azon, hogy most hogy mondjak nemet, vagy aztán igen mondani, amikor nemet akarok, és azon vergődni, hogy most akkor hogy oldjam meg ezt a helyzetet, hogy valami olyat kell csinálnom, vagy hogyan másztak ki belőle, hogy mégse kelljen csinálni annélkül, hogy nemet mondani. Ezek iszonyatos sok energiát vesznek el, miközben sok kicsit kevesebb energiával lehet olyan nemet is mondani, ami a másik számára és számodra is elfogadható. Az egy következő fejezet, hogy lehet tovább is menni a történetbe, és lehet további megoldásokat is. Tehát, hogyha mondjuk a mozis példát vesszük, akkor lehetséges, hogy vagy neki nem az a fontos, hogy szombat este menjen el veled moziba, hanem azt fogja mondani, hogy hát kicsit csalódott vagyok, de ha jövő héten elmegyünk, nekem úgy is jó, és lehet, hogy az már neked is megfelel. És akkor itt a győztes-győztes helyzet. Tehát ezért is érdemes megtanulni nemet mondani, mert nagyon sokszor csak ennyi kell ahhoz, hogy a dolog úgy gördüljön tovább, hogy végül mindenki megkapja a maga igényét. Én remélem, hogy ez segít nektek, hogy megvédjétek a határaitokat, és ha tetszett ez a videó, akkor léci lájkoljátok a Facebook oldalamat, a kapcsolatjavító műhelyt, nézzétek meg a weboldalamat a www.paladjikata.hu-t, ahol megtaláljátok, illetve itt is megtaláljátok a további ilyen videóimat, illetve az oldalamon írásokat is a blogban mindenféle pszichológiai témában. Sziasztok!